Sziasztok srácok, egy újabb Kaio Perico Heist DLC-s útmutató videóval készültem mára. A heist indításához elengedhetetlen kocatkát fogjuk ma megnézni. Igyekeztem minden fontosabb információt összegyűjteni róla, remélem, hogy nem fogok kihagyni semmit, úgyhogy nézzük is meg, nem szeretném tovább húzni az időt, nézzük meg, hogy mennyibe kerül és mi mindent tud ez a rakétákat és torpedókat kilövő, önvezetésre képes tengeralattjárók királya, a kocatka. Kezdjük rögtön azzal, hogy még mindig nem tudom, hogyan kéne kiejteni. Szóval én kocatkának hívom, és a legtöbb videóstól, akiket én legalábbis követek, ugyanezt hallom, meg látom. Viszont többen is írtátok már streamekben, hogy kocatka, essel. Úgyhogy nem tudom. Mindegy, lépjünk túl ezen, én maradnék a kocatkánál. Ha valakinek nagyon bántja ez a fülét, akkor azt sajnálom. Nos, első lépés azok számára, akiknek még nincs meg ez a jármű, hogy a Warstack oldalán megvásároljuk. Nekem ugye már megvan, de egy-két fejlesztést, mint például a Sonar Station-t, még én is csak most vettem meg, hogy be tudjam mutatni nektek. Hát alapvetően 2,2 millió a minimum, amit ki kell fizetnünk érte, de akkor ugye konkrétan semmi fejlesztést nem vettünk hozzá, és azért van egy-kettő, amit érdemes. A másik véglet pedig, amikor fullosra tuningoljátok, az 9 millió 85 ezer dollárba fáj. Rám az utóbbi igaz, viszont nem mondanám azt, hogy nem éri meg, mindjárt mutatom is, hogy miért, de előbb nézzük meg, hogy mi mindent lehet venni a kocatkához. Első lépésként beállíthatjuk a színét olyanra, amire csak tetszik. Mindezt 75 ezer dollárért, az enyém ez a szürke per narancssárga lett, ennek sok szerepe egyébként nincs. Második lépésben tehetünk az elejére egy zászlót, itt én értelemszerűen a magyart választottam, de továbbra sincs ennek sem semmi jelentősége. Aztán a harmadik menüpont már érdekesebb, ugyanis a Sonar Station-t vásárolhatjátok meg azzal, amivel fel tudtok robbantani másik tenger alatt járókat, tudtok például kincseket is keresni, és stb., de erről még egy picit beszélek majd részletesebben. Alatta tudtok vásárolni nyomkövetős rakétákat, ami szerintem az egyik, hanem a legjobb feature ebben az egész kocatkában. Aztán az utolsó előtti menüpont a fegyver workshop. Én ezt teljes mértékben rátok bízom, hogy vesztek ilyet. Nekem ez az egy, ami nincs meg egyébként, méghozzá azért, mert szerintem az összes hasonló járművemben per ingatlanomban van már ilyen, és ott se használom, úgyhogy tökre feleslegesnek éreztem. És hát akkor térjünk rá az utolsó megvásárolható fejlesztésre is. Egyébként ez tök érdekes, hiszen ennek a segítségével kettő járművet tudtok megvásárolni, az egyik a Sparrow, ami egy helikopter, a másik pedig a Kraken Aviza, ami egy továbbfejlesztett változata a Krakennek, mondhatjuk Kraken MK2-nek is végül is. Ezeket érdemes megvásárolni, hogyha a Krakent nem is, de a helikoptert mindenféleképpen ajánlom, nagyon-nagyon sokat lehet vele könnyíteni a prepezésnél. És akkor most nézzük meg magát a kocatkát, előbb kívülről. Viszonylag sok helyen be lehet menni, még akár alulról is, hogyha olyan járművel vagytok, de egyébként van bejárat a kocatkának az egyik végénél, a másik végénél, középtájt is, szóval ez teljesen rendben van szerintem. Nézzük meg, hogy milyen belülről. Alapvetően nekem nagyon tetszik ez az interior, viszont még a mai napig képes vagyok eltévedni benne, elképesztő, milyen egy útvesztő tud lenni néha, de ezért kezdem megszokni, viszont ezt leszámítva van benne saját szobánk, ágyal, laptoppal, van benne saját konyhánk, amelyből egyébként a heistok előtt fel tudjuk tölteni a snackeket, aztán van benne kettő úgynevezett medence, amelyben a speciális tenger alatti járműveket tudjuk tárolni, ilyen például ugye a Kraken Aviza, Toreador, vagy akár a Stromberg, igen, egyébként a Stromberget is be tudjuk hozni ide. Aztán picit feljebb lépve egy szintet találjuk magát a helikoptert, amit mindjárt le is fogunk tesztelni, hogy milyen. Egy picit tovább menve pedig itt van a kocatkának a központja, amelyet a legtöbbet fogtok használni. Itt találjuk például a periszkópot, amelyen át lehet nézelődni, ami egy egészen elképesztő újítás, úristen, egész nap itt fogok nézelődni. Jó, nem csak viccelek, de egyébként tényleg van egy király része, hiszen ezzel tudunk kilőni rakétákat a körülöttünk lévő tenger alatt járókra. Hogyha jól tudom, több mint 10 lövés kell, mire felrobban a másik kocatka, tehát nem olyan egyszerű azért felrobbantani egymást, de mindenképpen egy jó kis feature. Aztán itt a másik oldalon lehetőségünk nyílik vezetni magát a kocatkát is, igen, ez is lehetséges, ezt még nem mondtam. Azért ez mindenféleképpen egy igencsak király lehetőség. Simán kimehetünk vele akár a part közelébe is, vagy tényleg ahová csak szeretnénk, bemehetünk a víz alá is, ahol csak a másik kocatkák vehetnek észre, és senki másnak nem látszódunk a térképen. Tudunk lőni rakétákat, torpedókat, szóval a lehetőség végtelen. Emellett pedig Fast Travel-re is van lehetőségünk, ez a Red Dead-ből már szerintem sokaknak ismerős lehet.
Annyi a lényege, hogy kiválasztunk egy helyet a térképen, jelen esetben egyébként 12 hely közül választhatunk, és oda teleportálódunk néhány másodperc alatt. Ezt főleg a prepeknél nagyon érdemes megcsinálni, hiszen rengeteg értékes percet nyerhetünk vele. Kezdetben 10.000 dollár lesz egy fast travel, az első sikeresen teljesített heist után pedig mindössze 2.000, szóval még csak nem is mondható drágának. És Pavel mellett picivel jobbra találjuk a rakéta kilövő állomást, amelynek a segítségével akár a kaszinóig is el tudunk lőni, vagy hát attól függően, hogy merre állunk, nagyjából a térképnek a feléig tudunk elmenni, de nagyon-nagyon hosszan. Egészen elképesztő pusztítást tud okozni egyébként egy ilyen, és még Pavel is utalt erre egy mondatban, amikor azt mondta nekem, hogy próbáltam-e valaha kilőni ezekkel a repülő motorral járkáló embereket, gondolván itt ugye az MK2-es oppressor használóira. Have you ever tried shooting the missiles at the people on the flying bikes? Great sport here in America. És még mielőtt elfelejtem, innen a koszatka közepéről lehet indítani és kezelni is magát a heistot, tehát valóban egy fontos helyszíne ez a koszatkának. Az Interaction menüben egyébként lehet ide invitálni más játékosokat is, le lehet hívni vagy éppenséggel visszavitetni a koszatkát, de le tudjuk hívni a Sparrow-t, a Kraken-t, vagy akár a dingit is, amit én egyébként elég sokszor szoktam használni, szóval örülök, hogy van rá lehetőség, de be tudjuk állítani azt is, hogy kik jöhessenek be a tenger alatt járóba, vagy a járműveinkbe, és ki is tudjuk üríteni, hogyha szeretnénk, mert mondjuk túl sokan vagyunk benne, vagy olyanok vannak benne, akiket nem szeretnénk, és hát akkor nézzük meg végül a két járművet is, amiket meg lehet ugye vásárolni hozzá. Kezdjük a helikopterrel. Beleülve egyből felugrik egy opció, miszerint módosíthatjuk a helit. Egyébként ez két dolgot jelent. Egyrészt tudunk rá venni minigánt, vagy pedig rakétát. Érdemes mindenképp a második opciót megvásárolni, méghozzá azért, mert ha esetleg ezzel indultok prepezni, már pedig higgyetek nekem, sokszor lesz ilyen, saját tapasztalat, akkor ezek nagyon jól fognak jönni, nagyon könnyen ki lehet vele szedni bármilyen enemit, illetve szint is tudunk állítani, ezt teljes mértékben rátok bízom, hogy melyik tetszik. Ahogy az előbb is mondtam, én rengeteget használom magát a Sparrow-t, mert egészen gyors, van benne nyomkövetős rakéta, és itt van kéznél, szóval ezért mondtam a videónak az elején, hogy megéri megvenni, mert akár prepekre, akár bármi másra, de nagyon hasznos egy jármű, és nekem abszolút megszolgálta az árát. Hát sajnos a másik járműről ez nem annyira mondható el, a Kraken Aviza ugyanis szerintem felesleges. És el is mondom, hogy miért. Hiába fértek el benne négyen, több mint 1,5 millióba kerül, és nem fogjátok használni, mert ha annyira tenger alatt akartok menni, akkor ott van a Toreador, a Stromberg, vagy akár a Koszatka, ami egyébként tenger alatt járó. Szóval én úgy érzem, feleslegesen vettem meg, és másnak sem javasolnám különösképpen, esetleg ha nagyon-nagyon szeret tenger alatt mászkálni, de mondom, van rá más lehetőség. Úgyhogy alapvetően ennyit szerettem volna mondani ebben a videóban. Én azt gondolom, hogy nagyjából sikerült mindent, amit akartam elmondani. Remélem, hogy ti is így érzitek, és nem hagytam ki semmi különösebb dolgot. Ha nem szeretnétek lemaradni a további Cayo Perico Heist DLC-s tartalmakról, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel. Legközelebb találkozunk, nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Én Dani voltam. Sziasztok!